A cím ugye Jókait idézi, hát talán sokunk ugye gyere, fiatal karából az Ocskai Lászlóról szóló regénynek ez a címe, egy zseniálisan megszőtt, gyönyörű történet arról, hogy egy óriási tehetség, ugye itt az ambíció fűt, ugye hogyan bukik el azután a morális csapdán, ugye a morális csapdákon végül is oda, hogy ugye hát árulójává válik az ügynek, amelyet korábban szolgálni kívánt, de ugye végig, és hát ez a történet szövésében lenyűgöző, ugye gyönyörű nők imádják Ocskait végig, ugye nem is véletlenül, és erre utal a cím. És mégis érdekes módon úgy érzem, hogy ez a Jókai cím, ez nem rossz fölvezet, nem rossz hangulat, atmoszféra teremtés a Batthyány Lajos történetéhez, amelynek egy bizonyos részei közismertek, más részei talán kevésbé, és most a legújabb kutatások felől közelítve talán olyan mozzanatokat is megértünk, amelyek korábban homályban voltak, amelyek egyébként a magánélettel kapcsolatosak, és felvették azt a súlyos problémát, ami hát a történettudománynak mindig egy nagy komoly problémája, hogy milyen mértékig szabad, milyen mértékig lehet a nagy történelmi szereplők magánéletével foglalkozni. Hiszen az utókor ugye kiméletlen, ugye a halottak nem tudnak tiltakozni, ha én most beszólok, ugye egy kicsit pestésen fogalmazok, beszólok ugye a Batthyány Lajosnak, nem jön elő a kriptából, hogy lekeverjen egy zegernyés pofont, ugye, hogy lehet így dumálni. De tehát annak a felelőssége, ahogyan a halott emberekről beszélünk, hogy az ő becsületüket is ugye valahol figyelembe kell venni. Miközben az utókornak persze megvan az a kíméletlensége, amit jól ismerünk a mai politikai életből, hogy egy közszereplőnek ugye többet kell elviselnie, mint egy átlag magánembernek. Hát a történelemmel vált közszereplőkre ez ugyanúgy érvényes, hiszen végső soron, ugye, ha valóban érteni akarjuk, ami történt velük, ugye, akkor hát nagyon nehéz ugye megállni bizonyos pontokon, mert egyszerűen a kép különben nem lesz teljes. Tehát talán ezeket is figyelembe véve fogok én most erről beszélni, és most egy kicsit ilyen zigyvizagyva, félaggodalmaskodásnak és aggályoskodásnak tűnik, de remélem, hogy amikor a történet végére érek, akkor mindenki érezni fogja, hogy köbben mik azok a skrupulusok, amelyekre itt valahogyan próbálok utalni. Több nagyszerű témakört követünk végig. Az első ugye Batthyány helye a magyar történelemben, és itt mindenképpen ugye a reformkorból kell elindulnunk. Ugye amikor ezek a nagyszerű koponyák, ugye tulajdonképpen nem véletlenül. Tehát ma a történettudomány általános álláspontja az, hogy a modern polgári átalakulás nagy korszaka a 19. század, amelyben nagyon röviden és leegyszerűsítve ugye megszületik a modern Magyarország, nagyon röviden ugye a piacgazdaság, a civil társadalom és a polgári parlamentáris államberendezkedés. Ennek persze millió előzménye jön a korábbi korszakokból, ugye millió középkori előzmény modernizálódik ebben az időszakban. De maga az átalakulás olyan mérvű, ami ezt tényleg csak a 11. századot mérhetjük, ugye amikor a letelepülő ugye nomád törzsek úgy szervezik meg önmagukat, és úgy szervezi meg a nomád törzsek vezetését, a kialakuló központi hatalom, ahogyan az a korabeli modern keresztény feudális államokban történik. Tehát ez a drámai fordulat, ami a 11. században adott, ehhez mérhető ugye a következő hatalmas drámai fordulat a 19. században, amikor már a bomló, tönkremenő, középkori, immáron feudálisnak csak összefoglalóan nevezhető világból létrejön a modern Magyarország. És tényleg a mai napig ebben a modern Magyarországban élünk, ugyan a 20. században számos lenyűgöző drámai fordulat történt, de ezek az alapelemek, tehát piacgazdaság, parlamentes államberendezkedés, civil társadalom, ezek a mai napig. Ezek az alapjai, amiben elképzeljük a jelenlegi világunkat, ezek az alapvetőek. És ezért a legtöbbet ugye, az úgynevezett reformkorban, tehát a 19. század első felének csúcs, ugye 30-as, 40-es éveiben ez a négy figura tette. Ugye. Széchenyi István az első igazi programadó. Ugye nagyon fontos előzmények vannak már az 1790-es évekből, de ezeket ugye, először valódi programmá Széchenyi foglalt, és hogy nem is tudjuk pontosabban megfogalmazni az ő
szerepét, mint Kossuth Lajos szavaival, aki a Feleletben ugye így fogalmaz, hogy Széchenyi ugye ujjait a kornak üterére tevé, és megértette lüktetéseit. És ezért, egyenesen ezért tartom én őt legnagyobb magyarnak. Tehát ez a korszerűségnek az igazi politikus, az mindig az adott kor, az adott helyzet nagy gondolatait ragadja meg, és Széchenyi ezt tette meg. Tehát megértette a kor üterének lüktetését, és ezért lehetett ő a 30-as évek nagy programadó egyénisége. Széchenyiben értetetlen Veselényi Miklós nélkül, nem pusztán azért, mert Széchenyi koncepciója többek között a Veselényivel való állandó vitákban, együtt gondolkodásban alakult ki. Ugye Veselényi hatása rendkívül nagy volt, és ezt egyébként a korabeli titkos rendőrség nagyon pontosan tudta, és az akkori jelentésekben szerepel, vastag, ugye, hogy hogyan hatott Széchenyire, de a gondolataikra is. Ugyan, Veselényi nagy műve a balítéletekről ugyanúgy lehetett volna a reformkor nagy összefoglaló zseniális munkája, csak Széchenyi ez ügyben sokkal gyorsabb volt, sokkal reaktívabb volt, sokkal pörgő, rendkívül asszociatív aggyal fogalmazta meg a dolgait. De ami a mondani való súlyát illeti a balítéletekről, egy hasonlóan nagyszerű mű, csak éppen ugye nem abban a történeti pillanatban született. De amikor Veselényi ugye megfogalmazza maga a nagyszerű munkáját, és ugye olvassa a hitelt, akkor azt mondja, hogy egész részek vannak benne, amelyek azonosak az enyémmel. Nem is véletlenül, hiszen ugye a köztük levő barátság során, a közös agymunka, a közös eszmesúrlódások során alakult ki az a koncepció, amit ugye most elsősorban éppen ugye rendkívül dinamikus programadása folytán, elsősorban Széchenyihez kötünk. De Veselényi egy bizonyos szempontból, tehát nem csupán ebből a szempontból érdekes, hanem azért is, mert az a program, amit Széchenyi fölvázolt, ugyan neki örök vágya volt az, hogy a Bécsi udvar ezzel azonosuljon, hogy a Bécsi udvar Magyarországot ugye párhuzamosan fejlesz az osztrák tartományokkal, és hogy lehetetlen, hogy ezt ne értsék meg, hogy Metternich ezt ne fogja föl, lehetetlen. Széchenyi ezt sosem értette meg, hogy sajnos ez lehetséges. És hogy egy ellenzéki mozgalomnak kell ezt tulajdonképpen kivívnia. És ennek az ellenzéki mozgalomnak az arisztokrácia, ugye néhány kevesek, ugye arra hivatottak, a legműveltebbek, a leggazdagabbak, ugye Széchenyi nagy álma volt ez a magyar arisztokrácia, a legszebb álom volt egyébként, ami sose valósult meg. Ezzel szemben viszont az igazi ellenzéki erőt a köznemesség adja, méghozzá annak műveltebb része. És Veselényi volt az, aki arisztokrácia, egy bárói család, ugye, nádorok, ugye elképesztő nagy urak vannak a háttérben. Tökéletben egy modern figura, ugye, aki eltöri a lópatkót, ugye olyan ereje van, de ugyanakkor ógörögül levelez a barátaival, akinek állítólag volt vagy 30 gyereke ugye a környező falvakon, de ez egyébként tévedés, legalább 35 volt, ugye jelenleg ismereteink szerint. Tehát a történeti filológia nagyon fontosan, ugye mint egy megjelöli a figura jelentőségét, és hát ha nem vakul meg, ami valószínűleg Korányi szerint egy tájog volt, ami nyomta a szemideget, tehát nem szifilitikus eredetű volt, hanem egy ilyen probléma, akkor ugye nagyon érdekes és nagyon izgalmas, hogy mi lett volna Veselényiben a 40-es években, és az ő baráti ugye, köréből és tanítványi köréből jön Kossuth Lajos. Ugye. Tehát, és akkor ugye a 40-es évek, tehát ők a 30-as évek, ugye ők pedig a 40-es évek. És ugye, ahogy Kossuth fogalmazott, ugye, hogy a törpe, ha az óriás vállára áll, ugye messzebb lát, mint maga az óriás. Ugye a 40-es évek problémái már azokra az eredményekre épülnek, amiket a 30-as évek létrehoztak. És Deák és Kossuth, akik nagyon jó barátok, sőt nem csak jó barátok, de közelebb a kapcsolat, ugye Kossuth fiát azért hívják Ferencnek, mert Deák a keresztapja. Tehát az ő politikai álláspontjuk a reformok kidolgozásában vívott szerepük a 40-es években rendkívül közel van egymáshoz. Ugye az, hogy Kossuth egy radikális, ez csak Széchenyi álmodta. Kossuth egy becsületes középutas volt, aki ugye Deákkal van szoros szövetségben. Ha Kossuth radikális a 40-es években, akkor hol van Petőfi, hol van Táncsics? Tehát egyszerűen a dolgokat reálisan a helyén kell látnunk. Ez a négy nagyszerű figura tehát a reformkor az igazi programadói, ugye, amelyben, ugye a politikai küzdelemben ugye Pozsony játszik döntő szerepet,
a Mihály kaput látjuk, ma is gyönyörű ez az utca, Pozsony főutcája, és itt van az egykori udvari kamara, gyönyörű palotája, még a Mária Terézes időkből, de aztán ugye a kamara elköltözött Budára, és ez lett az országgyűlésnek a helyszíne, ma egyébként egyetemi, Pozsony Egyetemnek a könyvtára, és ma már ugye van egy gyönyörű emléktábla az oldalon, amit ugyan mehet elolvasni, de jelzem, hogy nem csupán Ludovics Sztúrnak van itt egy táblája, hogy mennyire harcolta a jobbágyfosztása, hanem Batthyány Lajosnak és a magyar reform ellenzéknek is. Van egy gyönyörű emléktábla, hogy itt ebben az épületben zajlottak azok a lenyűgöző küzdelmek, amelyek nem csupán a magyar nemzet, hanem a Kárpát-medence egész lakosságának polgári átalakulását szolgálták, hiszen a jobbágy felszabadulás nem csak a magyar jobbágyokra volt érvényes, hanem a románokra, a szerbekre, a horvátokra, a szlovákokra is. Itt egy korabeli ábrázolás, ugye az alsó tábla, a termiről, ahol a nagy viták folytak, ahol tulajdonképpen a modern Magyarország kialakult, mert 48 tavaszán pillanatok alatt azért tudott megszületni az átalakulás nagyszerű, történetileg, jogilag megalapozott műve, mert évtizedeken át vitatták végig azt, hogy mivel mit kell csinálni. De röviden ugye pár gondolatot belövünk, ugye Kölcsey szavaival lehet a kettős problematikát érzékeltetni. Tehát egyfelől ugye a polgári átalakulás nagy döntő kérdései a 18. század ugye felismerései alapján az emberi jogok világának kibontakozása, az emberi önrendelkezés, ugye, amely egyszerre a fizikai testem, a gondolataim, a saját világom, a gazdasági világom, a tanításom, a csoportjaim, amikben élek, a megválasztás szabadsága, ugye, ez az, amit a kor ugye, nyelvi, a liberális szabadságjogok nevén foglal össze. A liberális szó a spanyol eredetű, és a napoleoni háborúk utáni alkotmányos mozgalmakra utal, ugye ezt vette át az angol parlamenti élet, és a Times révén terjedt aztán egész Európában, ezért nevezték liberálisoknak azokat, akik az emberi jogok alapján képzelték el a feudális világ lebontását és a modern polgári társadalom kialakulását. És itt látjuk ugye a század uralkodó eszmét, egy direkt Eötvös József megfogalmazását használjuk, és jól látjuk azt, hogy változtatta meg ő a francia forradalom nagy eszméjét. Ugye úgy gondolta, hogy a testvériség az egy kicsit túl korai gondolat volt, ellenben a 19. század arra utal, hogy van, amikor az egyén, az maga szabadságaiban választ, akkor egyben a közösségeket is megválasztja, ahova tartozik. És ezek közül a nemzet ennek a kornak az egyik legalap. Ez egy új típusú közösség, amelynek persze komoly középkori előzményei vannak, de hihetetlen reaktív ereje van, visszavetíti önmagát a múltba. Ez tehát az a gondolatkör, ugye, ami aztán a reformkor nagy művő megnyitik, csak ugye szimbolizáljuk a 30-as éveket a stádiummal, amiben Széchenyi járt programszerűen és felépít, hogy mik a legelső, legfontosabb lépések, még ugye a 40-es éveket már a Pesti Hírlappal, amelyben már az a felismerés is ott van, hogy a 30-as évek programjával már nem lehet sokáig várni. Már a történeti idő felgyorsul, sűrűsödik, ugye? Hogyha mi nekünk nemzeti konfliktusunk van Béccsel, akkor nem várhatunk a jobbágy felzavatását. Tehát, hogy a nemzeti és a társadalmi program hogyan függ össze egymással. 1546-ban a lengyel nemesek fölkelnek Ausztria ellen, mire a bécsi udvar fellázítja a parasztokat, akik agyonverik, szó szerint agyonverik a saját nagyszerű ugye, nemzeti felkelőiket. Tehát ha a jobbágyok nincsenek felszabadítva, akkor nem nincs nemzeti egység, hogyha a legélesebb ellentét választja egymástól a magyar nemest, a magyar jobbágytól, addig nincs magyar nemzet, amíg ez a legsúlyosabb probléma meg nem oldódik. És hát ugye 48 tavaszán azután ez bekövetkezik, a forradalom, ugye amelynek eredményeképpen ez egy egész komoly csapat, ez egyébként nem tudom, volt-e Magyarországon, nem volt, elárulom. És ki tudja, mikor lesz ugye még egy ilyen kormánya, ahol ugye ezek a figurák együtt vannak, és ahol tényleg ugye Széchenyi és Kossuth is együtt van, és Eszterházi herceg, ugye Deák, vagy Mészáros, ugye a nagyszerű katonat, és szemmelre vetően Klauzál, Eötvös, micsoda elképesztő csapat ez. És milyen érvényes rájuk, ugye, hogy például Széchenyi és Kossuth utálták egymást, ezt mindenki tudja jól. És mégis egy kormányban vannak, egy politikai irányvonalat visznek. Vitákkal persze. De hát
kevés szebb bizonyíték van ennél arra, amit Deák Ferenc megfogalmazott, hogy mi a hazafi dolga, ugye? Szeressétek jobban a hazát, mint amennyire utáljátok az ellenségeiteket. És ugye a Batthyány kormány nem véletlenül, ugye ott van középen valaki, ugye, akiről a korábbi történetéről viszonylag keveset beszélt, mert, mint jeleztem, nem ő volt a programadó személyiség. Batthyány fokozatosan emelkedik fel a 40-es években, és fokozatosan derül ki, hogy ő az ellenzék vezére. Ez, hogy mondjam, nem elsősorban a teoretikus elme, és nem elsősorban a szónoklás. Ugye ő is felnőtt korában tanul meg normálisan magyarul, mint ahogy a kor ugye a legtöbb arisztokratája. Az, hogy hogyan is alakult ez a szerepe, ugye erre majd mindjárt rátérünk, csak néhány szót arról, hogy milyen politikát is visz ez a bizonyos Batthyány kormány. Ugye röviden a forradalom győz, ugye, mert a jobbásveszélyes jogegyenlőség, közterviselés ezt a levert szabadságharc után sem törli el az önkényuralom. Tehát ma az a történetírás álláspontja, hogy a forradalom győzött. Mert ezek az alapvető, és itt billen át. Ezért mondjuk azt, hogy 48-49 a polgári átalakulásban a fordulópont. Ezért fogalmazhatunk úgy, hogy mi korábban ugye bomló feudalizmusról, rendi világról, rendi államról beszélünk, azóta 48 tavaszától már polgári Magyarország van, mert ezek az alapvető mozzanatok, amelyek nélkül nincs modern polgári állam, ugye ekkor megvalósulnak. És mondom, döntő tény, hogy a győztes osztrák önkényuralom ezeket nem szünteti meg. Persze, ahogy szabályozza, meg minden azokban benne van millió hatalompolitikai mozzanat, de a lényeg az megvan. És végül ugye ez, hogy mi is többen a Batthyány kormány politikai irányvonala, ezt látjuk világosan, direkt nem függetlenség van, hanem önrendelkezés. Elképesztően fontos mozzanat ez. Nincs épelméjű ember ugyanis a reformkorban, aki a Habsburg birodalomból ki akarna lépni. Mindenki világosan látja, hogy egy hatalmas germán tömb, egy hatalmas szláv tömb, és ott van a kis magyarság előtt. Ne csak Herder jóslatára gondoljunk, hogy a magyarságot fel fogja szippantani, mert ezek asszimilálják. Egyszerűen ez egy napi élményük volt az, hogy itt tulajdonképpen egy olyan európai hatalompolitikai konstelláció van, amiben nekünk egy védő ernyőre van szükségünk. Mi lehet ez a védő ernyő, ugye? A birodalom, a Habsburg birodalom. De persze csak akkor, ha nem nyom el minket jobban, mint ahogyan járnánk, ugye, a védőernyő nélkül. Ezért a Batthyány kormánynak az az álláspontja, hogy mi egy igazi liberálisnak gondolom, az önmagamról való rendelkezés. Tehát, hogyha olyan parlamentáris alkotmányos berendezkedés, amiben dönthetünk önmagunkról, akkor nyugodtan lehetünk egy nagyobb birodalom része, hogyha ez a döntés közben megvalósul. Ezért kell a birodalmi kapcsolatnak tisztán az uralkodó személyére korlátozódnia. Mert ebből következik a közös védelemnek. Nyilván, hogy az uralkodó saját országai nem fogja, ugyanaz az ura, nem fogja az osztrák császár és a magyar király ugye önmagát pofozni a jobb és a bal kezével. Viszont ugye, a birodalom nem zsákmányolt ki minket, ugye nem élet vissza, stb. Tehát egyszerűen ezt biztosítani kell. Magyarország önrendelkezését biztosítani kell. Nem véletlen például, hogy a király személye körüli minisztérium, ugye, ez Eszterházy herceg, ez tulajdonképpen a külügyminisztériumot jelenti. Tehát ebben benne van a külügyi önrendelkezés igénye is, természetesen olyan mértékig, ahogy ezt a birodalom a lehetséges. Millió kérdés vetül föl, ugye nem megyek ezekbe bele, ugye érdekek, ez egy irány volt, amin ők elindultak, és amiben Bécs beleegyezett, tehát nagyon fontos, amikor az áprilisi törvényeket elfogadja, sőt már korábban, amikor Batthyány miniszterelnök kinevezése megszületik, az tulajdonképpen ennek a koncepciónak az elfogadása volt. És ebben az eredményben, ennek kivívásában Batthyány Lajosnak nagyon nagy szerepe van. Arma virum quaecano, ugye, mondja Vergilius, és ennek nyomán Zrínyi fegyversvitézt éneklek. Ez a Barabás portrén tényleg megjelenik egy rendkívül egyéniség. Nagyon magas férfi volt, egy igazi arisztokrata. Aki aztán valva belépett, akkor ott, szóval azonnal észre kellett venni, akkor ott elalkodó beszélt, akkor mindenki odaadni, mindenki észrevette. Egyszerűen egy olyan súlyú személyiségről van szó, akinek a
a vonzerő, a karizmája nem a szó, tehát volt a személyiségben valami erő, valami elképesztő vonzerő. Ugye nehéz, az ifjúság, ugye édesapja korán meghal, az anyja nem hagyja őt, nincsenek jó viszonyban, ugye a serdülő korában már szeretne, ugye a vagyonnal intézkedni, ezt nem lehet. Katonatiszt lesz ő is, ugye tudjuk, hogy ebben a korban, de hát minden korban ugye a katonatiszti lét az egy nagyon komoly műveltséget jelent. Jelent humán műveltséget is, de jelenti a dolgok ismeretét. Egy huszártiszt például, az egy középfeletti logisztikai menedzser csúcs tudásával rendelkezik. Ugye 150 lovat, ugye 100 embert tud irányítani egy menetet. Például eljutni egy huszárszázaddal mondjuk Pozsonytól Párizsig, az egy elképesztő logisztika művet abban az idő, hogy mindig a szállás, a kaja, és akkor még a háború, egy szót sem szóltunk, hogy jönnek szembe a francia csapatok. Tehát ugye a napóleoni háborúk idején ugye ezek a fiatalok hihetetlen dolgot tanultak. Batthyány ugye fiatalabb, tehát ő már ezekben nem vesz részt, de a hadseregben megtanulja azt, hogy a szövegek, a törvények, a világából hogyan lesz gyakorlati cselekvés, a gyakorlati cselekvést hogyan lehet lefordítani az igazgatás nyelvére. Tehát a katonai igazgatásba is beleszagol. És hát világot lát ugye a barátaival, többek az korbeli szintjén ugye elképesztő méret utalást tesznek, ugye a Szentföldet is bejárják. Tehát a keletről is kiváló benyomásai van. És aztán ugye, amikor az öröksége birtokába lép, akkor kibontakozik egy politikai életút, amely a maga pozícióját a reform ellenzék oldalán találja meg, amelyik gondolatilag azt a tudást veszi át, amit Széchenyi Veselényi alapozott meg, de amelyet Deák és Kossuth visz tovább. A Széchenyi-Kossuth vitákban Batthyány Lajos Kossuth oldalánál a 40-es években fokozatosan egyrészt az említett személyiség, másrészt meg az anyagi tervás folytán azért nem könnyű ellenzékének lenni, ahhoz is nagyon sok pénz kell. Ugye és kicsit nehezebb hozzájutni, mint a kormánypárton vagyunk, ez csak egy történeti megjegyzés volt. Most az a helyzet, hogy Batthyány a maga magánvagyonából hihetetlen mértékben támogatta az ellenzéki mozgalmakat. Itt döntőek a kapcsolatok, döntőek a találkozások, döntőek, hogy működtetik az országgyűlések alatt folyton az ő lakása, vagy általában a béreltességek ilyen ellenzéki klubként működnek, ahol a teendők megbeszélése az állandó, folyamatos együttműködés zajlik. Aztán támogatja a nagy ellenzéki társadalmi kezdeményezéseket. Az Iparegyesületnek ő az elnöke, de a Védelmet, a többit mind-mind támogatja nagyon komoly pénzekkel. Közben ő maga is modern módon gazdálkodik. Az Ikervári kastély egyébként Ybl egyik korai műve, ott szeder, cukorgyár, ugye a selyemhernyó tenyésztés, és hát mindazok a modern lehetőségek, ahogyan ugye egy feudális zsobod gazdálkodásról át lehet térni a tőkés gazdálkodás. Ezek mind-mind Batthyány számára is jól ismertek, mindennapi problémák. Tehát ő is a birtokát modernizáló nagybirtokos, aki olyan formákra váltja át a klasszikus robot bevételt, ugye, ami már a polgári gazdaság felé mutat. És ez egyben egy nagyon széles társadalmi szerepvállalással is járul. De mielőtt ebbe belemennék, csak egy valamit röviden jelzek. Ugye Batthyány a szerepvállalási révén, ugye lényegében az ellenzék vezére lesz a 40-es évek végére, és ő lesz az ellenzéki pártnak az elnöke. Ugye 1847-re megalakul az ellenzéki párt, ő lesz az elnöke, és nem véletlen, hogy ő lesz a miniszterelnök. És ezért lesz a miniszterelnök, tehát ez teljesen nyilvánvaló, ezzel mindenki egyetért. És Batthyány politikája, ugye amit említettük, ez a bizonyos a Bécssel 48 tavaszán kötött kompromisszum
a tiszta personálimja alapján való nemzeti önrendelkezés politika. És amikor felismerik azt, hogy vannak olyan erők a bécsi udvaron, amelyek nem akarják betartani ezt a kompromisszumot, akkor Batthyány az, aki egyébként roppant fontosnak tartja azt, hogy az ellenállás az törvényes alapon van, hiszen megegyeztünk, hiszen ezt a törvények lefektették. Ugyanez a Batthyány ugye felismeri azt, hogy a mozgó nemzetőr alakulatoknak majd egy jövőbeli szentesítése alapján hozott intézkedéssel megveti a Honvéd tömeghadsereg alapján. Ha Batthyány nem politizál így 48 nyarán, akkor nincs mivel ellenállni 48 őszén. Batthyány legnagyobb történelmi teljesítménye tehát a Honvéd hadsereg alapjainak lerakása. Ez mindig is a legnagyobbak között fogja őt tartani. Mert a 48-49 a mi nemzetünk alapító mitosza. És az, hogy ezt átéltük, és ott a közös küzdelemben, méghozzá a jobbágyságból szabaduló katonák, ugye? Adj legyek egy kicsit demagóg. Tudom, ez most borzasztóan fog hangzani, mindenki tegye zárójelbe. De a 48-ban a katonák nem a Láncidért mentek ám csatába szószólónyan, meg nem a Tudományos Akadémiáért. Bármennyire is imádjuk ezeket, és imádjuk azt, aki ezeket kitalálta és megvalósította. A jobbágyok azért mentek el Honvédnak, hogy ne legyen többet deres, hogy ne legyen robot, hogy ne legyen 9-10. És ezt a népdalok ugye ezt persze őrzik, és őrzik azt is ugye, akinek a nevéhez ez leginkább köthető. De például az is egy legenda volt, hogy Kossuth teremtette meg a magyar nemzetiséget, nem igaz. Kossuth elképesztően sokat tett ezért ősszel, ugye? De az alapokat, azokat Batthyány Lajos tett. Ez a Borsos Józsefnek ez a gyönyörű huszártisztje, ugye a kávéban Attilával talán szimbolizálja ezt a nagyszerű történelmi mozzanatot. És most hagyugorjak egy nagyon nagyot, de még ugye ez muzsikálhatnék, és még zenélhetném Batthyány lenyűgöző történelmi érdemeit. De a lényeg az, hogy mára ez ma már történeti elemény tekintett, elsősorban Urbán Aladár nevét kell említeni, aki elképesztően nagyszerű könyveiben itt van, csak az egyik, ugye, a Batthyány Lajos miniszterelnökség. Én monográfiák, több monográfiák, elképesztő iratgyűjteményekben rekonstruálta azt a valóságos történelmi helyzetet, amiben az utóbbi 150 év lerakódásaitól függetlenül láthatjuk ugye Batthyány szerepét, és ilyen módon Batthyány valóban a 48-as magyar történelemben ugye fölemelkedik arra a helyre, amit ő valóban megérdemel, és azt hiszem ez a reális történeti önismeretünk szempontjából ez nagyon fontos. De most egy másik vágányra evezek át, mert a Batthyány Lajos sorsát nem érthetjük meg anélkül 48-49-ben, hogyha a magánélet bizonyos mozzanatait elő nem veszünk. Azért vettem ide Nagy Sándor tábornokot, hogy egy közismert példát jelezzem ebből a szempontból, hogy egy hihetetlenül nagyszerű, kiemelkedő huszártisztről van szó, aki aztán a Honvéd hadsereg egyik tábornoka lesz, és aztán majd aradi vért van. És itt van Barabásnak egy finom, gyönyörű kis akvarellje, ugye Schmidt Emmáról, az ő szerelméről, aki a menyasszonya volt. Ugye a szétlőtt budai várat látjuk, ugye, itt mellette, itt a fehérvári rondella, ugye, itt törtek be az első hadtest csapatai élükön, azon, aki leszállt a lóról, ugye, és ott rohant előre, tehát az a tábornok ott, aki nem azt mondta, hogy előre, azt mondta, hogy utánam. És amikor betört a várba, ugye a Nagy Sándor csapatai, az a Görgei, aki amúgy utánta Nagy Sándort. Fönn az óra villába, ugye a távcsőben láttuk, hogy egyszerűen a hűvös, jeges Görgei, eket, most be kéne mutatnom, hogy így páros lábadat ugrált fel alá, és üvöltött, hogy éljen a Honvéd, éljen a Honvéd. Tehát annyira begerjedt attól az elképesztő jelentől, ahogyan ugye az ostrom sikerrel jár. Tehát nem véletlen, hogy Barabás ugye ezt a helyszínt tesz, és mit Emma mögé. Hiszen az ő legényének ugye az egyik legnagyszerűbb haditettét jelenítik, a ripítjára lőtt ugye, épületek fönn a várfalon. De már fekete fátyol van rajta, és itt a tábornok Attila mellett ugye egy mártírkoszorú van itt között. Ami persze egyszerre babérkoszorú, de egyben mártírkoszorú. Tehát Barabás már utal arra, hogy sajnos ugye Nagy Sándort megölik. Tehát a szerelem, ugye a vér, és a szabadság és a szerelem ugye itt összekapcsolódik egymással. Ez a kortársak számára is ez közismert volt.
De nem minden ilyen mozanat közös, mert kevesebben tudják például, hogy Vasvári Pál és Teleki Blanka ugye szerelmesek voltak egymásban. Teleki Blanka egy elképesztően szimpatikus nőszemély, ugye Brunswick Teréznek volt az unokahúga, aki a nevelését ugye ő felügyelte, az a Brunswick Teréz, akiről nem tudjuk, hogy ugye sokak szerint Brunswick Józefa volt, ugye Beethoven halhatatlan kedvese, de van, aki azt mondja, hogy Teréz volt. Teréz, aki a kor ugye a legmodernebb filozófiai és pedagógiai eszmélyt követ, ugye Pestalozzi követője volt, sőt egy nagy svájci utazáson találkozott, és a mesterrel is végigdomáltak, hogy mi legyen. Ugye ő volt az első gyerekovodák megteremtője, és ebben a közegben ugye nő föl Teleki Blanka, elképesztően művelt, hihetetlen szimpatikus nőszemély, aki egyébként a művészeteként is roppant fölött, Barabás, aki leckéket adott Kolozsvárt, ugye, nekik Barabás írja, hogy Teleki Blankának leckét adni az nem olyan volt, mint amikor ugye a tanár iszont unja a tehetségtelen ostoba tanítványt is ugye állandóan korrigálja, hanem maga is szinte művészi érzékkel kezelte a rajzceruzát és az ecsetet. És ez a Teleki Blanka, felismerve a Teréz, ugye a Brunswick Teréz nagy gondolatait, egy nőnevelő intézetet alapít Pesten. Egyébként az épület átépítve ma is megvan, ugye a Szabadság téren, manapság kicsit ugye olyan problematikus végében van ez, ugye az október 6-ai utcához közel ott ez a sarokház, oda kéne egyébként egy Vasvári Pál szóltam, egy Vasvári Pál volt a történelem tanár a suliba. És hát ugye a forradalom az összehozta a fiatalokat, ugye jegyezzek meg egy apró mozdulatot, ugye a 68-as diáklázadások idején a következő graffito volt az egyik egyetemi falra fölírva, hogy minél inkább csinálom a forradalmat, annál jobban akarok szerelmeskedni, és minél inkább szerelmeskedem, annál jobban szeretnék forradalmat csinálni. Most nem pont a szerelmeskedés ige szerepel ott, ugye? Ezt csak jelzem, hogy a szabadságszerelem problematika az minden korszakban ugye megfogalmazza önmagát, és lehet, hogy ezekre a drága fiatalokra is érvényes volt ez. Ugye Vasvári aztán elesett a Mariszeli síkon, már akkor ugye a román felköszön, mert amikor már ugye megvolt a megegyezés Kossuth és Bölcsescu között, elképesztő tragédia. Teleki Blankát pedig, mivel honvédtiszteket bújtatott, ugye Kufsteinbe zárták, és ott olyan betegségeket szedett föl, hogy aztán hiába engedték ki Párizsban, aztán meghalt, ma is Párizsban van egyébként a sírja. Ezek ugye ismert szerelmek. A 48-as nemzedék szívügyeihez tartoznak. De itt látjuk ezt az elképesztően gyönyörű nőszemélyt, ugye egy Zicsi grófnőt látunk, Zicsi Antóniát, aki Batthyány Lajosban lett szerelmes, Batthyány Lajos pedig őbeléje, és elvette feleségül. Egy egészen kiemelkedő személyiségről van szó, egy nagyszerű a reform ellenzék társadalmi mozgalmaiban szorosan résztvevő alakról van szó, akinek a húga ugye Zicsi Karolina, aki pedig Károlyi Györgynek volt a felesége. Károlyi György ugye ugyanez a baráti kör, Széchenyi nagyszerű barátja, az akadémiai Veserényi nagyszerű barátja, ugye a reform ellenzéket támogató ellenzéki politikusok közül az egyik legszimpatikusabb, legnagyszerűbb, ugye, és ők is a reformok nagyszerű támogatói voltak. De nézzük a két nővért, ugye Zicsi Antóniát és Zicsi Karolinát. Hogy olvassak föl egy akárkitől egy verset, ugye? Maga Petőfi Sándor írta a Batthyány és Károlyi grófnék című verset. Nekem nincs semmim a hazában, de én egészen az övék vagyok. Bánacs örömkönny for szememben, amint sötétül napja, avagy fölragyog. Örömkönnyűim óti gyér vendégek, mi nálunk a hűhonfi szem felett, ha föl nem törtök most a telt kebelből, édes terhétől szívem megrepet. Láttátok-e a két tündérvirágot, borús hazánknak két sarkcsillagát? Eveszhez bátran nemzetem hajója, nem veszhet az célt, aki ilyet lát. Én láttam, megmutatta őket szent vágyaimnak a szövétnek fény, hanem mi volt-e fény a lánkhoz képest, mely egykor épet égett keblem belsején.
ott álltak ők, mint égi jelenések, szokatlan köztünk ilyen látomány, ahogy sokáig néztem volna őket, szemfényemet vesztettem volna tán. És hallottam édes ajkaik zenéjét, hallottam őket halkan mondani, mit tetteik rég fennszóval beszélnek, hogy ők a honnak hű leányai. Miért nem voltam elég a lég ajkaiknál, hogy vittem volna szét a hangokat, mint napvilágot minden egy magyarhoz, kit éjkörnyékez honfibú miatt. Ragyogjatok ti ébredő hazámban hajnalsugárral, testvércsillagok, sugárotokra Memnon szobraképpen a nemzetáldás zengedezni fog. Tehát látszik, hogy még egy olyan elképesztően kritikus figura is, mint a Petőfi Sándor, aki leugatott mindenkit, aki a környezetben volt. Ugye még Teleki Sándornak is beszólt, ugye, hogy mit neki egy gróf, ugye, és Telekinek kellett eszközni, hogy én csak egy amolyan vad gróf vagyok. Ugye, tehát egy ilyen Petőfi, akiben már a modern tehetség, modern, legmodernebb öntudata van, hogy ez számít, és a többi, mint hülye. Ugye ilyen gyönyörűen ír ugye, erről a két helyes és roppant okos és roppant szimpatikus hölgyről. Nem is helyesek ezek, hanem nagyon szép. Hát most csodálhatjuk azt, hogy Batnány Lajos, aki feleség, az egyiket szerelmes lesz a másikba. Hát most csodálhatjuk ezt. Ugye most a Batnány, képzeljük be a kettő közé. Ugye? A két nővére nagyon hasonlítanak egymáshoz, ugyanakkor teljesen különböző karakterek, teljesen különböző jellemek. Antónia az igazi nemzet nagyasszonya, a családanya, egyfajta héra, ugye, aki egy Juno, ugye, aki uralkodik az Olimposzon, ugye, és adja a tökéletes hátteret, ugye, a gyönyörű gyerekeket, a csodálatos családi életet, és egyben a társadalmi szerepvállalásban is, ugye, ahogy Petőfi írja, ugye, azt a hátteret, ami egy igazi ellenzéki vezérnek, egy nagy politikai vezéregyéniségnek szükséges. A nyugalom, a derű, a harmónia. A kicsi grófnő pedig az élet, a dinamika, a sistergő energia, ugye, a vidámság, a kacagás, egy hihetetlen élénk szellemmel a poénak világa. És aki, hogy mondjam, képes a legalvattabb vérű férfiúban is ugye, felgyújtani a lángakat, hát ezt a kortársak számos módon megemlékeznek. Tehát egyszerűen ugye a fizikai hasonlóság és a jellemek különbözősége még varázsolóbb, még különlegesebb, még fantasztikusabb lehetett, és még inkább belejátszott abba, hogy Batthyány, ennek a furcsa, lenyűgöző kapcsolatnak a rabja lett. De most egy újabb hölgyet hozok a képbe, mert fel kell vetnünk azt a problémát, hogy Batthyány kivégzése, ugye Batthyányt aztán letartóztatják, és kivégzik, hogy Batthyány kivégzése, de a kortársak nem tudták egész pontosan megmagyarázni. És volt egy korabeli pletyka, ami arra vonatkozott, hogy volt egy szívügye, ifjú huszártiszt korában Bécsbe. Ugye hát a fiatalok ugye benne vannak a kalandokba, és egyszer csak kap egy titkos levélkét, hogy egy légyotra hívja egy különleges szépségű hölgy, és akkor ugye egy szolgáló, egy lámpással, képzeljük el a Bécsnek, még ma is van egy-két ilyen kis sikátoros része, ott a Stefánszkirche mögött, és akkor ott ugye eljut egy kis palotába, ahol hát ugye, ami belefér, ugye magasan szárnyalnak a csodálatos érzelmek, ugye, de a végén Batthyány Lajos, mint a férfi emberek zöme, ugye, Irényi János híres találmányát, ugye, megsercinti a falon, és rágyújt egy szivarra. És a szivar fényénél fölismeri a hölgyet, aki a legenda szerint nem más, mint Zsófia főhercegnő, ugye, a bajor Wittelsbach házból, ugye, Ferenc Károlynak, a trónörökösnek a felesége, ugye, aki hát egy roppant éles eszű, nagyon szép, roppant hatalomvágyó személyiség volt, aki persze tudta azt, hogy nem az ő pipogya férjecskéje, hanem az imádott gyermeke, ugye Franz Josef lesz majd a birodalom újra.
ötödik Ferdinánd után, tehát Ferenc József édesanyjára van szó. És a pletyka szerint tehát egy ilyen női bosszú volt tulajdonképpen, hogy Zsófia meggyűlölte Batthyány Lajost, mert kvázi leleplezte, ugye, hogy mondjam, a szerelmi vágyakozását, ugye, amelynek nagyszerű motivumait ugye majd a szexuálpszichológusok kielemezik. A lényeg röviden, hogy erről az égvilágon semmi bizonyíték nincsen, ez szinte 100 000 %, hogy szintiszta kamu. De akkor ugye felmerül a kérdés, hogy miről is van szó. Hogy vajon ez, amiről az előbb ugye beszéltem, ugye, amiről az előbb beszéltem, hogy talán, hogyha összerakjuk Batthyány életének ugye a 48 végén kialakuló mozanatait, akkor nagyon, nagyon érdekes dolgok terülnek. A Windisgrace csapat, ugye a Batthyány kormány nagy kísérlete ugye 48 szeptemberéig tart, és szeptemberben ugye bekövetkezik a nagy törés, ugye a Bécsi udvar tulajdonképpen visszavonja a 48 márciusi kompromisszumot, amikor az osztrák kormány ugye azt az államiratot fogalmazza meg, hogy a birodalom jövője szempontjából az tűrhetetlen, hogy önálló magyar pénzügyek és önálló magyar hadügyek legyenek. Ilyen nincsen. Tehát ezt tessék megszüntetni, és ezt tessék beolvasztani, ez a birodalom. Tehát mondjuk az osztrák pénzügyminisztérium, az osztrák hadügyminisztérium rendelkezzen Magyarország pénzügyi forrásaival és katonai forrásaival. Ahogy Kossuth fogalmazott, akinek az egyik keze egy ország zsebébe, és a másik kezében az ország fegyvere, az azzal a nemzettel rendelkezik. Ugye ők a pragmatika szankcióra hivatkoztak, de a pragmatika szankciónak nem volt a korban érvényes értelmezés. Ez egy elképesztően szélesen interpretálható ugye szöveg a 18. század elejéről, ugye ezért ezt a 23-ban foglalják, ezt a családi törvényt ugye a magyar corpus jurisba, ugye ami arról szól, hogy ugye tulajdonképpen az örökös persona unióról szól, tehát arról, hogy az összes adó tartományt azt mindig ugyanaz a személy örökli. Együttesen szétválaszthatatlanul és szétbogozhatatlanul és felbonthatatlanul, de ezt a modern politika nyelvére lefordítani, ez egy komoly értelmezési kérdés, és nem létezett autentikus értelmezés. A pragmatika szankcióval a 48 márciusi törvények simán összeférnek, ha úgy értelmezik. De úgy is lehet értelmezni, ahogy az osztrák államirat tette augusztus 30-án. Lényeg az, hogy ez a magyar kormány számára elviselhetetlen volt, elfogadhatatlan volt, és nem az volt a dilemma, hogy akkor most mi lesz, akkor most jönnek ők, azt jól minket megvernek, és hogyha mi ellenállunk, akkor egy csomó tízezrével ugye hullik el a magyar ember a harcmezőkön. Ez illúzió, mert a Bécsi udvarnak éppen azért kellett a magyar hadügy és a pénzügy, hogy tovább tudja folytatni azt a dinasztikus politikát, amit Lengyelországban, Itáliában, a Balkánon folytatott, tehát a magyar katonára és a magyar pénzre volt szükség. A magyar vér, tehát mindenképpen folyik, a kérdés csak az, hogy miért. És hogyha azért, hogy a saját sorsunkat a magunk kezébe tartsuk, akkor valóban nem is volt igazi dilemma. Nem mindenki vállalta személy szerint, de a magyar politikai elit zöme 48. szeptemberében úgy döntött, hogy ezzel szemben csak szembefordulni lehet. Batthyány is lemond, ugye? De nem vonul ki a politikai életből. Ugye leesik a lóról valami kisebb sebesülése, de ugye visszatér az országgyűlésbe, és tagja lesz annak a küldöttségnek, ami már Windisgrace érkező csapataival szemben megpróbálja őt megállásra bírni, és Bicskén, a Bicskei, a másik Batthyány Kázmér kastélyában fogadja a küldöttséget, Windisgrace, de Batthyányt nem hajlandó fogadni. Tehát Batthyány nincs ott. Van egy korbeli metszet, hogy ott állnak, és Batthyány nincs ott. És utána őket ott letartóztatják a kastélyban, miközben Windisgrace bevonul Pestre. Január elején vagyunk. És ekkor Batthyány Lajos deákkal beszélget. Ott vannak a Bicskei kastélyban, és Deák ezt később megírta egy levelében, szerintem elküldte másnak, mert Deák a végén, ugye, mint tudjuk, a saját levelezését elégette, tehát ezt nem ismerjük, de ez fönnmaradt. Azt mondja, Batthyánnyal került egy szobába,
És mint Deák emlékszik, harmadnap fölébredve ébren találta Batthyányt, ki rendszerint nagyon későn tudott felkelni. Gondolod-e? Folytatá némi szünet után Batthyány. Életem veszélyben foroghat-e? E kérdésre válaszoltam, tehát ez Deák, e kérdésre válaszoltam, csak úgy felelhetek, ha őszintén megmondod négy szem közt, tettél-e olyasmit, amiről nekem nincs tudomásom, különösen volt-e részed az olasz mozgalom és a bécsi forradalom előmozdításában. Batthyány becsület szavával erősítette, hogy mindezekben nem volt része. Én nem gondolnám, felelém, hogy életed veszélyben foroghatna, azonban tevém hozzá, jobban meggondolva a dolgot, ilyen lázas időkben senki sem tudhatja, mi történhetik. Ha Windischgrätz bánásmódja után ítélve tartasz valamitől, tehát hogy őt nem fogadta Windischgrätz, a legegyszerűbb dolog most innen elmenni. Külni jártamban, séta közben meggyőződtem az iránt, hogy sehol sem tartanak szemüggyel. Bizton menekülhetsz. Ha nem hoztál elég pénzt magaddal, vedd, ami nálam van. Ah, kiállta föl erre Batthyány egész határozottsággal, egy pár hitvány év miatt nem leszek szökevény. Azt hitte, egy pár év fogságnál a legrosszabb esetben sem érheti nagyobb baj. Ez Deák tanúsága, ami roppant érdekes, mert egyrészt mutatja azt, hogy Batthyány mire gondolt, ugye, hogy vele kapcsolatban mi van, másrészt pedig arra is utal, hogy akár már onnan Bicskéről megszökedett volna Batthyány, ugye a család már Vas megyébe volt ikerdvált, szépen elhúz arra is kész. De aztán végül is bekísérték őket Pestre, és január 8-án reggel szabadon bocsátották őket. Tehát január 8-án reggel Batthyány Lajos simán elmehetett volna Pestről, elutazhatott volna Ikervárra, vagy a Dáka még akkor nem volt meg nekik Ikervárra. De nem ezt tette. Ott maradt Pestre. És hova ment Batthyány Lajos, ugye? A Károlyi kastélyban lement, ugye, ahol most a Petőfi Múzeumban lement a pesti oldalra a Károlyi. Na most ugye gondolhatunk, amit gondolhatunk, de egy icipicit nyomosabb érvet is azért emellé lehet tenni. Van Batthyánynak egy levele barátjához, Teleki Lászlóhoz, tehát 1046. október 21-én vagyunk. Batthyány levele Teleki Lászlóhoz. Kedves barátom, az életemnek minden öröme végképp oda van, és barátod innentúl csak sajnálatodra méltó életet fogja élni. Meg fogsz érteni. De nem is az én jövőmről van szó, számomra nincs, hanem egy szegény, elámított asszony jövőjéről, sorsáról, végveszélyéről. Tudod, kit értek. Tehát valami nagy gáz van, ugye? Ez teljesen világos. Még a romantikus nyelvből ugye gyököt vonunk, akkor is valami nagy gáz van. És nem rólam van szó, mondja, oppa, bocsánat, agyon verem a mikrofon. Tehát nem rólam van szó, mondja ő, hanem egy szegény, elámított asszony. És akkor október, ugye? Október, november, december, január, február, március. Tehát 6 hónap múlva. A következő levet írja Bergamóból. Nem rossz, ugye? Manapság a fapadosok ott szállnak, aki Milánóban utazik. És fönn a hegyen, ugye ott van tényleg a Lombard gótika csodája, a gyönyörű bergamói óváros. Ezt írja Bergamóból, 1047. március 3-án. Szintén Teleki László, aki nagyon jó barátja. Kedves barátom! Minden bizonnyal készen leszek, tényleg 14-én összehívhatod a komitét, tehát itt a ellenzéki mozgalomra szól, egy előleges tanácskozásra, szerepek elosztására. Remélem, hogy addigra már a programra nézve tisztában vagytok, és hogy kérésemnek engedve Kehidán voltál. Tehát itt az ellenzéki pártszervezőről van szó, és az ellenzéki nyilatkozat ügyében, ugye Teleki többek között Deákkal tárgyal Kehidán. Most jön a lényeg. Feleségemnek mond, hogy Lipcséből írtam neked. Írja Bergamóban. Hogy 12-én jövök, mondd neki, hogy hivatkoztam-e levelemben egy előbbimre, és hogy ebből azt következtetted, hogy az első elveszett. Hogy panaszt teszek, miszerint én se tőle, se őtőle nem kaptam levelet,
És hogy a Brockhaus-féle dolog, ez a mi könyvkiadás, nézve sikerrel jártam, és nekem tulajdoníthatod azt az eredményt, mely erészbe tudomásodra jutott. És mostanában erről mondott, a kis grófnő, így hívták mindig egyébként öregkoráig, a kis grófnő jól van, és köszöntet. Örvendek, hogy szerencsére ide érhetett, minden nap várjuk a kúriért. Most milyen kúriért vár ez a drága Batthyány Lajos a kis grófnővel Bergamóba? Na most, ha azt veszük, ugye, hogy 3 hónapos korban már azért látszanak a dolgok, ugye, akkor a dolog világos, ugye, megszületik Károly Ilka Bergamóban, később egy bűvályos tündér lett, stb. Stb. De hát ez szerint, ha ezt most összerakjuk rendben, akkor a papa az nem Károly György, hanem Batthyány Lajos. És ugye amikor októberben jöttek rá, ugye, amikor már a Karolina érezte, hogy már nagyon látszik a dolog. És valahogy ügyesen megszervezték a dolgot, mert ugye Bergamóba szülte meg a kislányt, és maga a Batthyány is ott volt. De a drága asszonynak, a feleségének azt kellett mondani, hogy lépcsőből van, és ugye hát Teleki László ugye gyártotta az alibit. Na most egy fontos dolgot ezt hozzá kell tenni, ugye. Abban az időben azért a házasságok, azért nem szerelmi házasság volt természetesen, a családok döntötték a dolgokat még viszonylag fiatal korban. Az, hogy a férj és a feleség szereti is egymást, az egy váratlan plusz volt, ugye ezt a romantika fújta föl ezt a dolgot, ez Shakespeare meg egyéb ilyen pancserek irgáltak erről, de valóban komoly emberek ezt sose vették komolyan. Ugye? Tehát ez a dolog nem erről szól. Ezért többen simán benne volt a kultúrájukban, ugye, hogy néha egész legálisan is a házasság rendben volt, de a párok többen külön éltek. Teleki László, az említett Teleki Lászlónak például a barátnője az Orci Istvánné volt, Liptai Augusta, egy bűbályos helyes kis csaj, ugye Orci István pedig egy nagyszerű srác volt, ugye Széchenyi nagyon szerette, amikor a magyar táncot Széchenyi bevezette a reformkori Pesten, akkor az első magyar táncot az Orci István járta a húgával. Orci István aztán a szerbek ellen egy kóbor golyó ugye megölte a szabadságharcban, és az özvegy Liptai Augusta, ugye az özvegy Orciné, ugye Telekinek végig ugye barátnője volt. Többek között ugye ő vele találkozott Dresdában, ugye nem akarta, hogy a szegény asszony Párizsig jöjjön, és ezért ment elővigyelőtlen Dresdába, ahol aztán majd őt ugye letartóztatják. Tehát ez egy közismert viszont. De ugyanúgy közismert volt Batthyány Kázmérnak a szerelme a Kegelevics Augustával. Akinek ugye aztán azt el is vált, ugye nem tudott másképp elválni, csak hogy előbb, ugye mi a katolikus egyszerűen nem volt lehetséges, tehát előbb kitért protestánsnak és reformátusnak, és ugyanaz. Tehát egy csomó ilyen történet van. Érdekes módon, mintha a Károly György és a Karolina között csajszak később vált, tehát tulajdonképpen 48-49-ben vált ez világossá. De ekkor még nem. És ugye nyilván ezért rettegettő, amikor kiderült a dolog, ugye 46. októberében, hogy ő az asszonyt ezzel most tönkretette. Aztán valamilyen, egyébként van, bemaradt az iratanyagban egy megegyezés a Karolina és a férje között. Tehát valamikor tisztázták a dolgokat, és akkor vagyonról, sok mindenről megegyeztek, mert a Károly György egy elképesztően kiváló gazda volt, egy remek stratéga, kiválóan gazdálkodott. Tehát ő valóban még Széchenyihez képest is egy nagyszerű modernizátora volt. Tehát egy olyan ember volt, aki a dolgokat rendbe tartotta. Mi tehát ma a történettudomány hipotézise az, hogy Batthyány nem egyszerűen a szerelméhez ment le, hanem a kislányához. A két gyönyörű bűbályos kis Ilkához ment le, ő vele akart kicsit cucuigatni, ugye, és aztán ott van ma is a Károlyi palota falán, ugye Ispánki József híres domborműve, ugye, amikor letartóztatja a Batthyányt azon a nap délutánján, ugye, a Pestet megszálló osztrák hadsereg egyik alakulata. És akkortól kezdve van fogságban Batthyány Lajos. Tehát röviden, ugye, az a koncepciónk, hogyha nem tudnánk erről a viszonyokról, akkor valóban nem tudnánk megmagyarázni azt, hogy Batthyány Bicskéről vagy Pestről miért nem ment a családja után Vas megyébe. Ha viszont ezt a motívumot ismerjük, akkor egy drámai
mozzanat világossá válik, ugye ez a szerelmi vágy és az apának a kislánya iránti szeretete, ugye a motívum, ami miatt ő végül is ebbe a csapdába beleesett. Ami persze, ugye, hogy az előbbiekre visszatérjek, a kivégzés iszonya, tehát nem magyarázza meg. Tehát most újra fel kell vennünk ezt a fonalat, ugye, amit a szívzűrökről ugye korábban mondtunk. És újra vissza kell térnünk Zsófia főhercegnőhöz, ugye, és korunk hőséhez, ugye, Horváth Bánhoz, Jelasics altábornagyhoz, aki ugye élesen szemben állt a magyar kormánnyal, ugye, aki a jobbács felszólítást természetesen magának deklarálta Horvátországban, hogy az ne a Batthyány kormány, ne a magyarok érdeme legyen, hanem az övé. Ugye? És aki ugyanakkor természetesen a horvát nemzeti törekvéseknek egy jeles képviselője volt, de érdekes módon a történetekben úgy látják, hogy minden olyan ponton, ahol mondjuk a horvát nemzeti érdekek és a birodalom érdeke ütközött, ott azért Jelasicsből előbújt a császári altábornagy, és olyankor érdekes módon mindig inkább a császár javára döntött. Egyébként Batthyány perébe szerepel egy elképesztően fontos részlet, amikor arról volt szó, hogy 48 nyarán milyen tárgyalások folytak Jelasicssel. És akkor ott Batthyány bevallja, hogy a legnagyobb meglepetés, amikor én ugye, mert ugye ők már felfogták akkor azt, hogy Horvátország más, mint a többi. Ugye ez egy nehéz és bonyolult folyamat, hogy a 48-as elit hogy jön rá arra, hogy nem lehet két frontos harcot vívni, hogy fel kell fogni, hogy a nemzetiségek ugyanolyan nemzeti életre vágynak, mint a magyarok, hogy meg kell velük egyezni. Ez egy hosszú, bonyolult folyamat, de ennek az első lépése mindenképpen annak a felismerése volt, hogy Horvátország menjen külön. Tehát már 48 nyarán ők tárgyaltak volna arról, hogy Horvátország menjen külön. És amikor erről van szó, ugye, akkor Batthyány azt mondja, hogy a legnagyobb meglepetésemre, azt mondja, Jelasics nem azt követelte, hogy most Zágrábban hogy legyenek, hogy az országgyűlésünk minden, hanem azt követelte, hogy a magyar hadügy és a magyar pénzügy az olvadjon be az osztrákba. Tehát tulajdonképpen azt követelte Jelasics már nyáron, amit majd az osztrák kormány államirata ír elő augusztus végén. Jelasics önmagát, tehát egy sajátos szerepben látta, ugye opponálta a magyar kormányt, nem ismerte el az ővel, és egy sajátos kapcsolatban volt a Bécsi udvar bizonyos köreivel. Ezt ma már elég pontosan lehet tudni, és egy korabeli karikatúra, ugye ebben az időben hát elég komoly humor, ugye képi humorgyártás volt, persze ez minden korban így van, ugye itt látjuk, ugye Jelasics kezdete, szerencsés vége, egy korabeli karikatúra sorozatban. Éljen az ausztriai ház, éljen a kamarilla, ugye piál be éppen a mester, mielőtt a pályafutás elindul. Ugye kamarillának hívják a bécsi udvaron belül azt a családi bürokrata és katonai kört, amely kifejezetten fel akarta számolni a 48 márciusában a magyarokkal megkötött kompromisszumot, és ugye újra egy a korábbihoz képest is koncentráltabb birodalmi vezetést akart, és ennek a kamarillának volt az igazi kulcsfigurája Zsófia főhercegnő. És a magyar politikai gondolkodás Zsófiát és Jelasicsot összehozza egymással. Tehát itt látjuk Zsófia főhercegnő és Jelasicsot, amint térden áll. Két lélek s egy gondolat, két szív s egy dobogás, ugye, írja a karikatúra. Azt kell mondanom, hogy ez a jelenet, amit itt látunk, ez nem teljesen légből kapott jelenet. Van egy fontos pillanat, amikor Batthyány Innsbruckban kell, hogy találkozzon Jelasicssal, hogy az udvar közvetítsen közöttük. És Jelasics megcsinálja azt, hogy nem megy Innsbruckba. Batthyány egy hetet vár, de mégiscsak a magyar kormány elnöke, és tovább nem vár, eljön, és akkor vonul be Jelasics. És akkor Jelasicsot demonstratíve fogadja a Zsófia főhercegnő, és a férje Ferenc Károly, és akkor Jelasics fölajánlja a kardját és a szívét a dinasztiának. Van egy nagy jelenet az innsbrucki császári kastély, ugye ez ma is gyönyörű, ugye ez van egy gyönyörű nagy belső udvara, és ott zajlott ez a dolog, és Jelasics letérdel ott, ne? És ott mögötte a szerezsánok tartják az ászlókat, és mintegy a kardját fölajánlja. És ekkor van egy elképesztő jelenet, a korabeli sajtóban szerepel, a császári ház ugye meghatódik, és Zsófia föláll, oda megy Jelasicshoz, és megcsókolja a kopasz homlokát. Ebben azért van egy kis erotikus mozdanat, nem?
a férfi kopasz homlokát megcsókolni, azért ebben van valami. Ugye én ezt jól ismerem. Nem minden jelenlevő ismeri, de majd idővel talán. Azért nem érdekes ez, nem? Azért ez valami napon érdekes. Képzeljünk egy igazi karrieristát, ugye, aki úgy érzi, hogy ő menti meg a birodalmat. Természetesen jeles horvát hazafi, de azért az igazi karrier az ott van az udvarban, ugye? És a főhercegnő, a trónörökös édesanyja az ilyen kegyekkel őt kitünteti. És ott könnyes szemekkel megköszön, hogy ő, aki a dinasztiáját megment, és ott. Magunk közt szólva, a történészek köszönöm, azért nem hiszik azt, hogy ez. Zsófia ez etette, hogy most pesti eszem fogalmazok, etette. De ki tudja, hogy ilyen Lasics még mindent gondolt magába. Azért gondoljunk be, hogy ő vajon tisztában volt azzal, hogy őt egyszerűen csak átverik. Aztán ugye minden vagy semmi, ugye megesküsz, hogy ő értük mindent. Ugye akkor indul a háború, ugye itt beöltözik. Jó ötlet, ugye ott van, hogy kiáltványt kell intéznie a magyarokhoz, hogy ugye a császár hűségért térnek vissza, különben ugye ő agyonveri őket. Igen, ám, de ugye, mint tudjuk, Pákoznál kicsit elszámolta magát, egy új pályafutás, ugye, várj, húzza, a Bagolyba hozza neki a kötelet, és végül kinyugszik elért célján, ugye, mert végül is ugye ez lesz az ő vége. Egyébként ez még Pákoz előtt van. Tehát maga a gúny karikatúra ezt jelen, mint egy megelőlegezi. Igen, vannak ennél sokkal durvább karikatúrák, és el kell árulnom, az Országos Levéltár speciális gyűjteményében benne van, ugyanis a pornográfia az mióta világ a világ, a politikai humornak a része. Már a Neandervölgyben így volt ez 100%, csak nem mindig maradnak fönn az emlékek. Az ókorból például sok ilyet ismerünk, a középkorból kevésbé, de például a 40-ből fönnmarad. A mai napig létezik ez, a jelenlevők is, mint tudják. Én óvodás koromban voltam, például a következő viccet, bocsánat, hogy elmondom, csak hogy magát érdekel. Óvodás koromban hallottam a következő viccet. Magyar történelmi vicc. Mária Terézia, ugye a magyar pornográf humorban ugye szerelmi étvágyáról nevezetes, ugye, és a testőr kapitány, mert minek kellnek a testőrök, ugye, minek a testőrök, mindent értünk, világos, ugye a testőr kapitányt behívja magához, és hát szerelmileg ugye egyesülnek. És már olyan mérvű már az élmény, már olyan mérvű, hogy mint egy olyan mohó módon szeretné a királynő, hogy egyszer csak zuty, bepottyan oda a tábornak, ugye, és ott mászkál föl alá, és egyszer csak szembe jön vele egy huszár. Azt mondja, hát maga mit keres itt? Jelentem a lovamat. Ez egy gonosz, ocsmány, kuruc pornográf vicc, ugye, de gondoljunk bele, hogy a 1950-es években egy óvoda kisgyerek, vagy egy ilyen Mária, tehát milyen erejű, ugye, a magyar politikai pornográf humor, ugye, hogy ezt a viccet még ilyen módon megőrzi. Most itt olyanok vannak Zsófér, hogy a Szent Koronára kakil, ugye, előtte a Jelasics, és letolt gatyával, és ott nagyon, amit megmarkol, az bizony az. Ezek ma, tehát olyan szintű pornográfia, hogy elképesztő. Mert a korabeli magyar gondolkodás így tudta kifejezni azt a felismerést, hogy valóban a kamarilla ugye Magyarország ellentőr, és ennek bizony Zsófia kulcsfigurája. Ezt még lehetne ragozni, de a lényeg nagyon röviden, tehát ez, hogy Jelasics és Zsófia között valóban van valamilyen fajta viszony. Nyilván, hogy a főhercegnő részéről ugye egy eszköz, ugye felhasználják Jelasicsot, természetesen egyetlen sose jelentették ki, hogy Jelasics a bécsi udvarképviselő. Az volt a koncepció, hogy Jelasics majd beront Magyarországra, szétveri a magyarokat, és utána. És akkor ők nem lesznek törvényszegők, hiszen ott volt érvényesen ugye az áprilisi törvények, tehát a jóváhagyott kompromisszum márciusban. Tehát az udvar is tudta azt, hogy ezt felrúgni, akkor Európa szemében hát ők lesznek az agresszorok. Tehát nekik az nagyon kapóra jött volna, hogyha Jelasics ezt elintézi. És ebben az összefüggésben valószínűsíteni lehet azt, hogy Jelasics ott egy kicsit ugye, hát, az ambícióját, és mintha ebben valami ilyesmi is benne lett volna. Ugye külön kínálítom ezt a részletet, hogy a,
hogy a homlokcsók ugye élményét azt el tudjuk képzelni, de vannak más korabeli ugye, szellemes karikatúra. Ez is egy korabeli karikatúra, ez ugye a Bécs határában vagyunk, ugye már készülnek a magyarok ellen, itt ugye, hogy az egyház is ugye ebben benne van, stb. De ezt a bájos párt figyeljük, itt ugye ezt a bájos párt. Ugye egy nagy bajuszú fiatalember és helyes csajjal, ugye, mondhatni egy markotányos nő, hát ez Jelasics és Zsófia. Tehát egyszerűen a kor politikai humorjában ez rendszeresen előjött ez a dolog, ugye, ahogyan ők, ugye, egyébként grafikailag ez egészen kiemelkedően jó alkotás, ugye benne van ez a dolog. És a történészek ezen a ponton hozzátesznek valamit, roppant érdekes. Természetesen nem arról van szó, hogy Zsófia, komolyan vettem a Jelasicsot. De hogy a Jelasics agyában mi lehetett, ki tudja. Van egy nagyon fontos tábori posta, számos levéllel, Jelasics levelekkel, amelyeket Jelasics, ugye, aki már Székesfehérvárot van, ugye, Bécsbe küld, de nem tudja közösen elküldeni, mert a magyarok előtte vannak, tehát leküldi Rótnak és Filipovics tábornokoknak, akik délről jönnek a segélyadó, hogy ők azt küldjék föl Bécsbe. És ezt a tábori postát a csepeli nemzetőrök, akiknek éppességgel egy Görgei Artúr nevű őrnagy a parancsnokuk, ugye a Csepel-szigetéről átjönnek a Dunántúli oldalra, és ilyen előrsöket lőnek be egészen a Soponyai útig. És ott megcsípik ezt a tábori postát. Elkobozzák, egyébként ugyanott kapják majd az Zicsi Ödönt, ugye, és ott jön majd aztán a tragédia, és aztán jönnek a gyémántok, meg minden. Tehát egy halom elképesztő történet. És ugye jön ez a mutatvány, hogy a tábori postát felküldik Batthyánynak. És Batthyány Lajos a Pákozdi csata előtti éjszakán elolvasta ezt a könyvet, majd utána eltüzelte. És Urbán Aladár, aki nem akárki, a 48-as, ő fogalmazta meg ezt, de több történet is valószínűleg tartja, hogy lehetséges, hogy ez egy nagyon lényeges mozzanat volt, ugye? Mert ő ugye lehet, hogy ott olyan nyelven írkált, mert ugye elhitte azt, hogy... Tehát lehet, hogy ott abban voltak bizonyos kompromittáló dolgok. Pontosan arra vonatkozóan, hogy Zsófia ugye mikkel hitegette a Jelasicsot. És ezt tudták, hogy a Batthyány tudja. A cucc az elégett, de Batthyány tudja. És lehetséges, hogy a kicsinyes jellem, ugye, a saját magából kiinduló erkölcsi lény, vagy amorális lény nem tudta elviselni azt, hogy egy úriember Batthyány sose fogja elárulni, hogy ott mik vannak. Tehát ebben a sajátos összetett értelemben a történet már nem zárja ki azt, hogy a Zsófiával való különös furcsa viszony, de belejátszott a Batthyány kíméletlen halálába. Mert egyébként a Batthyány halála logikusan nem lehet megmagyarázni. Annyira aránytalan. Azzal, ahogyan, ugye hát igazából a durva dolgok, azok a függetlenségi nyilatkozattal jönnek. Hol van még a függetlenségi nyilatkozat, amikor ugye Batthyány már rabságban van. Aztán, amikor jött a tavaszi hadjárat, akkor a rabokat levitték Szlovéniából Ljubljanába. Ugye Barsi Károly, a pap írja azt, hogy Batthyány, ugye a ljubljanai várudvaron, ott üldögél a kutkában, mint egy erotőnig, ugye olyan hatalmas szakállával, hogy üldögél. És aztán visszahozzák őket, és hát azután ugye október 6-án, ugye ugyanakkor, amikor Aradon, ugye hát bekövetkezik a kivégzés, ugye megvan a mellénye, ugye a Nemzeti Múzeumban, ott van rajta a golyónyomok. Amikor ugye az éjszakán, a kivégzés előtt éjszakán, ugye a felesége, az Antónia becsempészett egy tollkést. Egyébként ezt elmondta, és le is írta a Napolajban, ez elképesztő, amikor ülnek egymással szemben, és egy ilyen takaróval így letakarják magukat, és az alatt csempészett a kést, és tudta, hogy ezzel meg akarja magát ölni. És az imádott férjének ő adja oda, de ugye hát a sógora, az egyik kári mondta neki, hogy figyelj, hát ő ezt kéri, ő akkor szereted a legjobb, ez elképesztően
borzalmas, ugye, hogy a szeretett lénynek a kéri, mert nem akarja, hogy felakasszák. És ezért ugye el is metéli a nyakát, ugye? De nem hal meg, mert csak egy kis kés, de annyira vérvesztesége van, hogy végül a katonaorvos azt mondja, hogy azt a barbárságot nem lehet engedni, hogy így felakasszák. A hajna egyébként elképesztően lecseszte ezt a katonaorvost, kapott egy nagy fegyelmet. És így aztán nagyon lettek. A század végén ugye a Neue Weidheit, ez az új épület, ugye a mai Szabadság téren, ezt lebontották, és ez Szombatfalvi Albert, a detektív főnök, ugye, akit ott vezetik, megvette annak a szobának a márványlapjait, amely a Batyán cellája volt. És ezeket elvitte magával Kispestre, és ott építette egy házat, és beépítette a padlózatába ezeket a márványlapokat. Ma ez már nem tudom, a hanyadik kézben van, nem olyan régen egyébként védett élet nyilvánítva, és van egy kis távola, hogy e köveken ugye ment halni Batyán Lajos. Hihetetlen érdekes, ugye, hogy a történeti emlékezet ragaszkodik a tárgyhoz, mert a tárgy képes hordozni az embert. Tehát mai napig az ember néz ezt a gyönyörű, ilyen vörös márvány, sötét vörös márvány, a szivacsok, ugye, meg az ammonitészeket, ezt a Pannon-tenger fenekéről, és elképzel, hogy Batyán Lajos léptei kapognak rajta, elképesztő. Egyébként az a kis kés, ami ma az nem az, tehát, mert ugye leírja Károly Mihály, egyébként ugye, aki a Karolinának az unokája, ugye ő írja azt, hogy a Karolina persze sose bocsátott meg az uroknak, és az volt a családi legenda, hogy a Karolina megátkozta az urokat, hogy dögöljenek meg. És az a sok-sok ugye haláleset, egyik elég, ugye a Rudolf fővelőri magát, a harmadikat Mexikóba elővök, a negyedik eltűnik a tengerbe, tehát van, hogy 12 ilyen híres Habsburg haláleset. És a Károly saját meg volt győződve, hogy a Karolina megátkozta a gonosz gyilkosokat, és ezért van ez. De ott egy olyan késről ír, amit még Velencébe vett Batyány, és ugye az volt rá, hogy órán szempre, tehát most is mindörökké ez a Giovine Italia, tehát az olasz titkos ellenzéki mozgalomnak volt a szimból, tehát vaszeg azzal, de az nincs meg. Mi történt aztán Batyánnyal? Ugye el kellett temetni. És akkor egy óriási poén következett, ugye a plébános, ugye a minoriták megdomálta, tehát ez a Ferenciek terén vagyunk, és megdomálta, hogy ássák meg a sírt, de eleve kisebb sírt kellett ásni. És ugye kiengedték őket a 60-i kapun, ugye ez a mai Asztóriánál volt, ugye kimentek a kerepesi temetőbe, és be akarták tenni, de nem fért bele. Ott rendezett patáliát, hogy hülye barmak, persze így volt ledumálva, és visszatették a koporsót a szekérre. Ha jöttek visszafele, az őröknek eszükbe se jutott, hogy a holttestet visszahozzák, azt hitték, hogy a dolgokat. És akkor behozták, Dank Agáp volt ugye a főnök, a zárda főnök, és levitték a kriptába, és ezen a helyen, erre a helyre ide betették, és rátettek egy sima lapot, ugye, amint csak azon, hogy GBL, ugye, Gróf Batyán Lajos. 1949. év október 6-án az úrban elhunyt GBL. Áldás és béke hanfajra. Ez volt odatéve. Tehát aki nem volt beavatva, az nem tudta, hogy a Batyán Lajos van itt, senki nem köpte be. Tehát a titkos rendőrség nem jött rá arra, hogy a Batyánnak egy titkos kis kultuszhelyet csináltak len a Ferences kriptába. És aztán csak amikor ugye, már jött a kiegyezés, azután amikor elkészült a gyönyörű mauzóleum, ugye kint a temetőbe, akkor hozták át onnan, és temették el itt. Tehát a 48 tavaszának és nyarának többen Batyánya vezér alakja. De mivel ez nem jött át igazából, hanem csak mint a nemzet mártírja, ez is oka volt például, hogy nem volt egész alakos szobra Budapesten. Ugye viszonylag hamar Ikervárot csináltak neki egy szobrot, de valójában a Batyány kultuszban a mártírium elem az ugye nagyon erős, és mivel a Bécsi udvar ugye kiegyeztünk a dolgokat, tehát a Batyány nem volt kokomilfó, ugye, és aztán a horthy korszakban nem lehetett kihasználni politikailag, ugye, tehát egyszerűen
a Széchenyi volt a megoldás, persze nem a valódi Széchenyi, hanem ugye egy ilyen Kemény Zsigmond, Gyulai Pál által ugye turbósított Széchenyi, aki tehát szexi ugye állított be álló nemzedékbe, de Batthyány nem. Úgyhogy ez nem olyan régen van, ugye, ez 2008-ban készült el a Batthyány, és a törvény, jog, igazság, tehát hogy mihez asszociálunk. De azért az igazi Batthyány igazi emlékhelye, az természetesen az emlékmécses, mert ez lett az, ami aztán a magyar történeti gondolkodásban sajnos a nyomorult 20. századi történelmünk folytán ugye létezik. Mivel az új épületet egy ilyen nagy négyzetként kell elképzelni, aminek mind a négy sarkán egy-egy kisebb négyzet volt. És az a kisebbik négyzet, ahol főben agyonlőtték Batthyányt, az körülbelül erre a részre eshetett, ugye? És ezért emelték itt az emlékmécset. És aztán ugye a későbbi ellenzéki mozgalmak, ugye már a háború idején ugye a német ellenes antifasiszta küzdelem idején is ugye szimbolikussá emelte ezt, és aztán tudjuk jól, ugye, hogy a 80-as évektől a demokratikus ellenzék tulajdonképpen Nagy Imre alter ego sírhelyként használta Batthyányra, és ugye amire Kati az elején utalt, ennek ez volt tulajdonképpen az. És ugye itt is aztán hát így zajlottak a mindenféle durva jelenetek, mert ugye a Batthyány Lajos emlékezés ilyen módon dinamikusan és nagyszerűen tudta hordozni ugye a modernebb korok, modernebb tragédiáit. Azt kell mondanom, hogy utólag viszont tekintve az egészre, ez nem véletlen ez. Tehát ugye nem véletlen az, hogy Batthyány végül is, mint a nemzet mártírja kapott nagy szerepet, de mi úgy emlékszünk, úgy akkor emlékszünk rá helyesen, hogyha melléje tesszük az ellenzéki vezért és a 48 tavaszának, nyarának vezető politikusát, aki a Magyar Honvédség megteremtője. És ugyanakkor magunkban pedig, hogy mondjam, végigfut bennünk ez a különös, furcsa szerelmi történet, ugye, ugye a nők, az asszonyok, a szív játékai, ugye szeretve mind a vérpadig, ugye ő is elmondhatta ezt, ugye, és ahogyan mégiscsak ugye még kicsit ugye turkálva ugye a múlt nagy figuráinak privát magánéletében, de mégis csak azért tesszük ezt, hogy valamiképpen a történet elmondható legyen, már pedig a történelem, ugye, az az elbeszélés révén magyaráz, ugye maga az elbeszélés, maga tulajdonképpen a magyarázat, ez adja az értelmet, mert pedig Batthyány történetét nem tudjuk másképp elmondani, mint hogy ezeket a mozzanatokat beletesszük, mert jelenlegi ismereteink szerint ennek így van értelme. Hát ezzel a gondolattal zárom, és köszönöm a figyelmet.